Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, és le is járt a küldi. A Slime Rancher című sorozatunk következő adásába érkeztünk el, itt van velem Attila. Hello. Hát előző adásban buktunk, úgyhogy nem is kicsit. Valahol mondtuk, hogy mindenképpen rá kell menni néznünk IT-heznek, meg ez tele van. Aha, baj van. Úgyhogy akkor első körben most kajáltatás. Meg tele vannak ezek. Akkor lehet, hogy a pumpák is lejártak. Az biztos egyébként. Ezeket eladtad, akkor begyünk be a házba. Ja, vásárolok. Hoppá, mellé nyomtam. Ameddig tudom? Ó, és ott vannak a... igen. Na, nézzük csak, hogy mit kaptunk. A tojok, nézd meg a játékokat. Igen, itt vannak az új dolgok. Jöttek újak. Na. Ez annyira sok színű, hogy lehet, hogy ez megy a kristályosnak. Nem, azt hiszem a diszkó labda lesz. Vegyünk egyet? Jó, akkor hagyom. Mert még menni kell még a... A gyárba is megyünk. Jó. Na. Most dobáltál az utolsó? Menj be a vizébe, grottóba. A barlangos helyre. Oda? Igen. Oda ja, is vettem egy fejlesztést. Elvileg. Aha. Eddig a plafonon nem volt a kristályom. Nincs. Na, ti viszont elkészültetek. Hú, az mi az a kő?
Slime Fossilia. Spiritual Steel. Várja, ezeket még eladom. Jó. Bebeteltünk. Mi van másik kettő is? Igen, megvattok. Hello. Kívánok. Jó estét kívánok. Szia. Adásban vagyunk. Á, Petko, csak én kicsit nehezen ismertem fel a hangodat. Hú, mit is kérdeztem, mit is szerettünk volna kérdezni tőled? Én még emlékszem, de majd lesztem. Ja. Milyen adást játszok speciál amúgy? Ha már itt vagyok. Attila adott nekem egy játékötletet Slime Rancher néven, és élvezem, tegnap óta nyomjuk. Jól van. A 20. környéki adásban vagyunk. Uh-huh. Akciózzunk, Attila? Vagy várja, hát még vannak, van még más feladatunk, várja most ott eszembe. Hát még az ottaniaknál nem volt. Meg az előzőből tanulva. Más embert fogunk választani. Ha. Vagy lehet, hogy szerencsésebbek leszünk egy másik kollégán. Hát ez most meg majd adás után tudod még mit akarok majd eled átbeszélni, Dani. Refaktor. Nem csak azt, hanem tudod, amit beszéltünk két elején is. Tudod, ami kapcsán rád írtam. Tudod, privátba. Az elmúlt napokban. Most nem tudik be hirtelen. Tudod, amit erre nem reagáltad, tudod ki. Tudod, a másik... A Jackass, jó. Jó. Várjál, nem a Jackass ügyben... akartunk, Kati. Nem. Ha ki vagyok hirtelen. Ja, igen. Hát lényegében akkor már ez elmegy ez az ezeket hagyhatjuk. Hát mindegy, most már elkezdtem. Jó, akkor most egy ideig nem kell ide jönnünk, mert ezek jól el lesznek. Legalábbis a blortokat nem kell gyűjtögetni. Egy blumot vissza. Továbbra is mindenben jó nálunk? Igen. Hú, ez jól ad. Na, megvagyunk. Akkor... Menjünk el a labborra. Ja, mert meg kell ültetnünk ilyeneket, hogy azok dolgozzanak. Is? Blueprintek? Görges lenne. Lehet, azt meg is kaptuk. Nézzük. Nem tudom. Igen. Hoppá, elfelejtettük ezeket elültetni. Igen, azt a dzsungelbe kell. Nézd végig az összes kategóriát. Marketing. Amúgy, hogy telt a hetetek? Főleg neked, Károméter úr? Hát. Adózással. Igen. Vagy adóztatással. Túl érted, hogy vasárnap meg hétfőn nem adóztam. Én adóztatok, nem pedig adózok. Ja, igen. Köhöm. Na, Royal szóval. Jerry, hogy lesz? Menjünk el a dzsungelbe. Ja, jó, oké. Akkor most már oda megyek. Addig mehet. Csevegés.
Nem, azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy megfázva adóztam a cégnek. Vagy adóztam a gyógyszergyártóknak. Nekem adózó nem szokás, teleportál mindenki. Igen, eszembe jutott. Közben ja. Ismerkedted te is, Petko, mert nem olyan rossz ez a játék egyébként. Kicsit gyerekesnek tűnik, de nem az. Finoman szólva. Ilyen elég sok játékhoz tudnám hasonlítani. Hát... Igen, keverék. Ja, ilyen keverék játék. Hoppá! Ajándék csak díszítéshoz tenne. Az marad is ott. Ez közel volt. Nem előttét. És itt nem lehet lerakni ezeket? Igen. Eljutunk oda. Áááá, mit mondom. Jó, csak ezekről ne feledkezz. 12 perc és hát jövünk erre úgyis, mert ugye el kell mennünk a rémáért. Szürke rémáért. Adásunkban még van 12 perc? Pontban annyi. Fél időbe vagyunk. Adás végén megnéz. Amúgy, hallod, Dani? Igen. Az egyik ilyen hipermarket láncba most ez a hét, amikor vesztik az adást, van retroidességes hét. Aha. Tehát téli, tehát téli fagyitól kezdve egy csomó mindent kapható most. Téli fagyi, ez mindenhol kapható. Ez igaz? De például kakasnyalókát nem mindenhol kapsz. Hát, elég sok helyen. Azt azért nem enném meg. Attól függ, melyik kakasról van szó. Tudod, Ameri kukorékolja ki magából a dolgokat. Ja, aki kukurukúzik. Nem baj, jársz ide nekem. Elfelejtettem a fölmenetet. El kell tekerni az ajtót. Ja, meg tudod, Attila. Limózhatsz. Tudod, tudod, felpestítheted a szádnak az ízét. Tartjuk meg ezt családbarátnak. Tudod, a szájízet csak a negró ronthatja el. Egy újabb ingyenek, nem? Igen? Attól függ, melyik negró. Igen. A kedves nézőink, az adásban ingyenek rá hangzott el. És kérjük a negrót. Így van. Ezeket sponsoroknak hívjuk, gyerekek. Ja, na, álljunk körbe akarok nézni. El fog kelleni tekerni az agyat, és mindegy. Amúgy, hogy alakultak ezek az események, amit mondtál a hétvégére, Dani? Elmaradnak színjátszó fesztivál. Az indokot nem tudom tippelni. Mondom, az időjárás elsősorban. Nem, beltéri az esemény. Nem. Az gyönyörű. Én azt gondolom, hogy a tanári micsoda, a jelenlegi tanári bizonytalanságok, én azt gondolom egyik tippnek, hogy az lehetséges. De van egy másik tippem, ami viszont az erősebb. Kevesebb lett a jelentkező, mivel ugye két év után rendezték volna meg újból a színjátszó fesztivált. Értem. Hát sajnálom azért, hogy nem igen, volt megtartva. És ebben a szempontból én úgymond szerencsésnek mondhatom magamat, ami ugye voltam ugye egyik szombaton. Mert ugye, ugye azon ugye a téli ugye a rendezvény ugye akkor elmaradt. Ja, mondok. Ja.
És lehetőleg most ne ugorj bele a sárba. Igyekszem. Nem ér, legalább lenne neki egy kis sárpakolása. Hát az a sárpakolás az pofon jelzővel jut Attilától nekem. Elég jó halálos tudod. Ez nem bio. És még nincs itt az a lépa, gondolom én. Ez ilyen szennyezett cucc, Petko, szóval uborkákat nem találsz benne. Nincs. És a mozaikból kell még hoznunk, nem? Igen. Ezt is sikeresen meggyőzni őket. Vele már találkoztál. De... ja, mert pipi kell neki. Mhm. Áhá, hello mozaik, 2, 3, 4... 5 kell. Tudom, keresem az utcsót. Ott van. Köszönjük szépen. Egy kötelező megvan. Jön a második kötelező, a lépa. A 80-as évek béli lépa. Há, én meg fekete fél. És akkor ez is... ja nem, jó van azért, ez... ez maradt színesben. Basszus. És ahogy? Megfeledkeztem egy Jürgenről, még bent van. Ajjaj. Ajjajjajjajjaj. Még 10 percet talán kibírnak. Lelek. Ajjajjaj. Itt volt az egyik. Fehér lépa szerzés. Ez jó, fehér lépa. Ez nem akármilyen fehér lépa, ez ezüst fehér lépa. Ez a második helyezet. Erre itt volt a másik lelőhelye, nem? De! És haza! Igen, is. Hazafelé közlegény. Most akkor ez a színes tyúk az nem kell. Színes micsoda? Színes tyúk. Ja, nem. Az előre legjobb megoldhattam volna, most mindegy. Annyi időnk lesz, hogy pont. Az a helyzet, Attila, hogy most találunk egy nagyon közelebbit, akkor azt azért érdemes lenne megcsinálni, mert ha azt megcsináljuk most, csak nincs passzerem, akkor törölve a gondolatom. Csak mert most az van nem szín. Visszamegyünk, és még nem lesz kész a fúrás, vagy mi. Az oázisokban vannak vizek. Tehát onnan tudsz vizet szedni. Hát akkor találjuk egyet. Mert akkor egy kört tudnánk abból csinálni. Tudod? Ezek. Egy olyan hely, ahol szerintem nem volt. Aha, ez a kiárat. Ja, ez a kiárat, nem? Igen. Akkor hagyjuk. Nincs sajnos. Ebbe is hiányzott már nekem nagyon az.
Itt fel tudnád tölteni vízzel. Teleportpad, hogyha haza akarsz menni. Ja, akkor megyünk oda. Akkor az epizód vége, menjünk el oda. Hát az a baj, hogy ez mindjárt megérkezik. Na, akkor először is... Ja igen, van egy szabad helyünk a... Hú, azt hova raktuk? Azt kiszedtük. Ezt kiszedhetjük. Demolish bot. Lertem. Yippee-ki-yay-o. Azt mondja Nutriment. Igen. A Miraculix. Bingai. Na. Akkor már csak át kéne menjél a... Megnézem, hogy ezek hogy vannak, de úgy látom, hogy jól vannak, és bajaikban is jól vannak. Át kéne menned Ogdenhez, ahol a Saber Slime-ok vannak. Ez? Igen. Dobáld el, ami nálad van fölösleges. Tudsz? Mondtam volna, hogy a Quantumot eladnám. Itt ha beledöglünk, megint veszítünk mindent? Igen. Akkor takarodjunk vissza, hogy ne kelljen még egy kört a mozaik és társai miatt menni. Bár mondjuk a Silver az most már megvan. Mozaikkal kéne valamit. Akkor vegyél neki egy plotot. Mozaik az ugye a szélviharas, nem? Nem, az a csillámporos. Nem elkemeredni fog rá. És az nem lesz jó? Nem. Vegy el neki egy plotot a laboratóriumnál. Onnan is át tudtál volna menni. Igen, rájöttem, csak már akkor útnak indultam. Nem fejlesztett fel Max-ra? De, csak előtte megoldom a különböző dolgokat. Zárjuk be őket? Miért vettél rá? Igen, egyébként. Miért vettél rá szolásiódat? Mert nem azt akartam. Mindegy, akkor már vegyél meg mindent. Szolára mi a probléma? Semmi, csak fölösleges. És a Silver kell neki kajának? Igen. Folyó messze raktuk a répát most. Hát te... Ezt ne add el, hanem rakd be a laboratóriumba. Na jó. És akkor már pinket is vegyél ki. És akkor itt fogjuk befejezni, nem kell mennem ki a macskoszokra. Hát nem megyünk el a... dolgokért? Hát... jó, még akkor azért elmászunk. Mert elkövetkező adásán mit használtak? Jó, csak már érted, következő adásra elfelejtjük. Miért is megyünk? A dzsungelbe. A átvenni a... Ja igen, megvan. Ennyi a feledékenységed anokának. Ugye ez még most jönni fogja. Au! Jó, bőven van szívecskét.
egyébként nem kell aggódni, csak mondjuk annak nem örültem volna, ha majdnem belőttek oda. Ez most tényleg nem lett volna jó. Mondjuk üres a raktán. Ja. Hát csak olyankor eltelik egy nap. Zsipi-kupi. És... dolgozták. Ó, oh, honey. Van még egy. Igen, azt keresem. Ez csak pont okay. Azt nem kaptunk, amit akartam. Mindegy. Oké. Okay. Ja, és itt most nem tudunk. Ja, nincs most. Ja, hát akkor köszönjünk el, hogyha... Hát jó, de az innen haza is kéne menni, nem? Hát ő... az már igazából semmi. A gáj nem fogsz tudni felrepülni. Az kék? Igen. Az zöldke. Ez még mindig nem esett le, hogy erre mi van. Semmi. Ez csak olyan továbbvezető. Tudsz. Eljegy, te, hát ha van összik a tetején valami. Nincs. Mennyire mondod? Ott van egy zöld. Azt meg kinyitattuk? Leadjuk a laboratóriumba. De nagy parti háború van. Amúgy ki mit szólt az időjáráshoz, ha már itt tartunk? Hát végre megjött az eső. Én 6-szor eláztam. Kellett. Már bocsánat, ügyes voltál, Attila. Kellett az eső a virágoknak. Igen, csak itt, majd az lesz majd itt a kérdés, hogy majd a hó mennyire fog kelleni. Mert lesz hó is? Igen, behintették. Konkrétan fönt nálunk, amikor beszélünk ebbe az adásba, a fönn a lengyeleknél, és amúgy a franciáknál is esik a hó, képzeld, Dani. Azt úgy, hogy napokkal előtte meg 20 fok volt a franciáknál is. Ja igen, azt láttam, tényleg a franciáknál rendezik a valamelyik kerékpáros verseny, most nem ugrik be. Havas a pálya, gyerekek. Sőt, tovább megyek neked, Dani. Hollandoknál most van valami virágok kapcsolatos rendezvény, azt ott is tiszta havas, minden. Daluta nem kell kiköszteni, nem kell a macskákat etetni? De... nem oda megy. Eladni? Aztán megyünk. Ezt eladni? Igen. Igenis, megoldjuk és utána köszönünk. Jó. Úgyhogy akkor innen folytatjuk majd a következő alkalommal. És addig is további szép napot kívánok. Rucci Rebeli. És sziasztok. Majd. Sziasztok.